A madéfalvi veszedelem után menekültek székelyek előbb Csángóföldre, majd Bukovinába. Ott 5 falut alapítottak. Ezek Isten segíts, Fogadj Isten, Hadikfalva, Józseffalva és Andrásfalva. A Józseffalváról származók 80%-a Bátaszéken talált új otthonra 1945-ben. A bátaszéki székelyek baráti köre 1989-ben alakult, majd 10 év múlva közhasznú egyesületté lett, és célja a meglévő hagyományok megőrzése. Az elmúlt években számos olyan kezdeményezés indult Tolna megyében, mely a bukovinai székelyek egyben tartását segítette. Ennek egyik fontos állomása a Székelyek háza létrehozása. A 320 négyzetméteres épületet a bátaszéki székelyek baráti köre a Nemzetpolitikai Államtitkárság és az önkormányzat támogatásával, valamint mintegy 40 millió forint értékű önkéntes munkával hozta létre. A házról annyit kell tudni, hogy körülbelül másfél éve került a tulajdonunkba, és azóta egy erőltetett meneten keresztül sikerült felújítani, nagyon nagy összefogással és nagyon komoly segítséggel. Amiben most vagyunk, ez a 3 tájszoba, ez volt tulajdonképpen, ez volt a kiinduló pont, ettől hátrafelé egy romos tulajdonképpen semmi nem volt, úgyhogy ezt felújítottuk tájháznak, és a többi, ami hátrébb van, azt pedig úgy építettük hozzá. Amit itt bent találunk, minden felajánlás volt. Úgy gondoltuk, hogy még van a bátaszéki székelységnél olyan tárgy, amit szívesen odaadnak nekünk, és ez be is vált. Tehát amikor látták, hogy épül-szépül a ház, és a vége felé járunk, akkor jöttek maguktól az emberek, és hozták az adományaikat. A helyi székelyek évek óta készültek arra, hogy saját tájszobákban mutathassák be örökségüket, kincseiket. Körülbelül 10 éve gyűjtögetem, mert ahogy haláloztak el az idősek, akkor hozták hozzám a varottasokat, a terítőket, minden apróságot úgymond, és akkor én szépen kimostam, elraktam, gondoltam, jól tudjuk majd hasznosítani valahol, és most eljött az ideje, és akkor én is előkezdtem szedni. Mondtam, hogy én vállalom a 3 helységnek a berendezését, és hát ahogy elterjedt a faluba, úgy egyre többen jelentkeztek, hogy nekik is van ez, nekik is van az, a rongypokróctól kezdve mindent úgy próbáltak, és én nagyon szívesen elfogadtam, mert olyan öröm volt, hogy na még egy szállat, még egyet lerakok, és akkor szép folyamatjába ment a dolog, úgyhogy be tudtuk rendezni a 3 helységet. Mi arra törekedtünk, hogy ne is legyen olyan, mint Bukovinában, mert a ház nem azt a funkciót tölti be. Mi a 45-ös évek után, ahogy ide jöttünk, vagy hát jöttek a nagyszüleink, szüleink, én azt a részét akartam ennek a háznak a berendezésébe visszatükrözni, hogy amit ők itt hagytak, és amit mi el tudtunk hozni a sok gyereken kívül, hogy aszerint próbáltuk berendezni ezt is. Ahogy én a nagymamámnál még Hidason lakott az anyai nagymamám, ők Isten segítségek voltak, és emlékeztem, hogy mondta, hogy ez a nagy ház az első szobára, és így volt berendezve a szobájuk. A Székelyek háza nagy termében helyezték el a 14 stációból álló keresztutat, mely a székelyek történetét mutatja be. A faragott fatáblák 1943-ban a székelyek vándorlása idején a Bácskában készültek. A táblaképeket megkapjuk most mi őrzésre, és úgy néz ki, hogy az elintézőzött, a faóra meg folyamatban van. Tehát ezt a józsefalvi székelyek faragták a táblaképeket, a faurát meg a Székely Albert faragta, az, hogy mondjam, egy szög nélkül, tehát csak fa van benne. Ha minden igaz, akkor ez a 3. óra, mert 1 órát azt faragott a Hortinak, amikor volt a 38-ban az eukarisztikus kongresszus, akkor hozták el a Horthy kormányzónak az órát. Egy van Besztercén, a minden igaz, és a 3. itt van nálunk Bátaszéken. Szegedi Múzeumban el lett hozzá, hát az András bácsi többet tudna róla beszélni, a Péter András, mert ő újította föl, hát kosárba hozták el magyarul, akkor ő képeket nézett, és akkor úgy próbálta restaurálni. Hát ez sikerült is, hogy üzemképes állapotba hozta, de a tájházba sajnos, ugye milyen a
látogató, hogy megfogja, megtapogatja, meghúzza a láncot, és most már nem tud annyira visszaállni, tehát hogy most nem megy az óra, mert valamit nem tudná megcsinálni rajta sajnos. A kép, ami az Érdi Múzeumban van, annak a replója van itt az első, a Tisza szobában, ahogy Ági mondta, amit a Németh Kálmán festett, és akkor annak a replója van itt, ami úgy értékesebb. A többit azt tényleg így a város lakói hordták össze, ami olyan volt, azt szögeltük, faragtuk, festettük, és akkor így állt össze ez az egész, hogy fővel lett minden újítva, tehát hogy szép legyen, tiszta legyen. Ebben a házban 80 év után találtak otthonra a székelyek Bátaszéken.